Hát hogyha nem vagyunk olyan szerencsések, hogy van kertünk, van csak egy kis ablak, vagy egy kis erkély áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy benépesítsük, akkor érdemes egy nyári balkon növényekkel benépesíteni ezt a kis területet. Válasszunk mindenképpen balkon és muskátli földet. Ezeknek a víztartó képessége sokkal jobb, mint a hagyományos általános virágföldeké. A másik pedig az, hogy a balkonládánk alá egy tálcát, egy tálat helyezzünk, ami egy kicsit megtartja a vizet, és egy kicsit elnyújtja az öntözések közötti szükségesen eltelő időt. Ha esetlegesen félárnyékos, árnyékos helye az, ahova a balkonládánk kerülni fog, akkor érdemes pistikét, vagy vinkákat, esetlegesen begóniát, vagy pedig fuchsiát választani. Ezek a növények inkább a félárnyékos, árnyékos helyeket kedvelik, sőt, kifejezetten rosszul érzik magukat tűző napon, és valószínűleg egy rövid idő után el is pusztulnának. Ha esetleg kifejezetten napos helyünk van, akkor sokkal több választási lehetőségünk van. Elindulva a muskátlitól, a petúnián át egészen a cseppecskéig vagy a dollárvirágunk, ezek mind-mind olyan növények, amik kifejezetten igénylik a tűző napot. Igen, választhatunk olyan növényeket, amik valamilyen szinten az ablakunkból elriasztják a rovarokat. Ilyenek például a muskátli, aminek egy kicsit erősebb szagával rovarriasztó hatása van, vagy pedig a kis plectrantus, ami szúnyogriasztóként ismert. Itt van egy-két összeültetés, ugye látunk itt olyat, ahol kakukkfű, egy kis oregano, egy kis rozmarinban összeültetve, így a konyhánkból tulajdonképpen csak kinyúlva az erkéről szerezhetjük be a friss fűszernövényeket.